Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ez a felvétel május 7-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint ezen a napon a hold az asvini holdházban van. Az asviniak azok testvérek, két testvér, és gyógyászattal foglalkoznak. Ez a holdház jelenti a gyógyító erőt, hogy most megvan a lehetőség, hogy javuljon a helyzet, ha egészségügyi témákról van szó. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és most megvan a lehetőség arra, hogy javuljon valami a munkahelyeden. Ezen a napon, május 7-én a Hold és Vénusz bolygó együtt hat. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, a hold pedig az anyai érzelmeket. Mindkettőnél nőies energiáról van szó. A hold jelentheti az érzelmeket és az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ez kihat a szerelmi életre, vagy kihat ránk, hölgyekre. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Először megvan ez a királyi büszke tartása. Ott trónol, elfoglalja a helyét az életben. Kihat rá a tűz eleme. Megvan a bátorsága, valami lelkesíti őt, vannak szenvedélyek, de mielőtt cselekszik, még úgy figyelget valamit, vagy figyelget téged. Ott a kártya mellett a második képen látható az, hogy mit fog tenni, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ő tervezi azt, hogy közeledik hozzád. Ugyan kis lépésekkel, de mégis látható, hogy cselekedni fog, lépéseket tesz irányodba, és átnyújtja az arany kelyhet. Ez az arany kehely jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Mivel az ő kezében van a kehely, ő mutatja majd ki az érzelmeit. Lehet, hogy még figyelget valamit, vagy kicsit bizonytalan, de nyitott arra, hogy beszéljetek érzelmekről, vagy kimutatja azt, hogy mi lelkesíti őt, és hogyan érzi magát, mit érez irántad. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Újra megjelennek a kelyhek. Ez a kép mutatja a múltat, a jelent és a jövőt. A múlt az ott látható, ahol a három kehely össze van törve. Itt könnyek vannak. Ez a múltja. Érezhető a szomorúság. Jelen pillanatban még kicsit várakozó, úgy befele fordul, lehet, hogy meditál valami felett, és a jövő az ott látható a háttérben, a háta mögött, a két kehely. Ezek még nem törtek össze, tehát vannak itt lehetőségek, és a kettes szám rád és ő rá utal, a kehelyek pedig az érzelmekre. Ott a kép alatt megjelenik ő újra, mint egy király, de ezúttal a levegő eleme felett uralkodik. Felszabadul valakitől vagy valamitől, lezárja a múltját,
ezeket a fájdalmas emlékeket, döntéseket fog hozni, közeledik hozzád, és beszélni akar veled, mert a levegő eleme az jelenti a kommunikációt is. Hogy mit fog tenni, azt jobb oldalon látjuk, mint egy fiatal fiú, így kis lépésekkel ugyan, de közeledik hozzád. Megint a tűz eleméről van szó, valami lelkesíti őt, mozgásba jön, és itt vannak szenvedélyek, és lehet, hogy ezen a területen, tehát a szexuális területen kicsit még van bizonytalan, nem meri kimondani azt nyíltan, amit szeretne, mert olyan fiatalosan, kis lépésekkel közeledik, ez utalhat még a bizonytalanságokra. Viszont, ami az érzelmeket illeti, ott megjelenik, mint egy király, és tényleg nyitott érzelmekről beszélni, kimondja azt, hogy szeret téged. De mint király, elvárja azt is, hogy elismert őt, hogy felnéz rá, hogy dicsért őt, vagy elvárja, hogy te is nyitott légy érzelmekről beszélni. Hogy mi köt össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Ez az úgynevezett rovás írás, itt betűkről van szó, és a régi írásmódról. Jelenleg a D betű jött ki, és elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent a D betű. Például Dóra, vagy Diana, vagy Demeter, mint város Diósgyőr jutott eszembe, és mint fogalom dió, vagy dollár. Hogy neked mi jut eszedbe erről a betűről, azt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. A régi írásmód ott középen van olyan, mint egy kereszt, az azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződik, középen találkoztok, és lesz egy új irány, lesznek döntések, hiszen mindketten elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. A német nyelvű területen is vannak betűk és ilyen régi írásmód, ezek a rúnák. Ugyanilyen rúnát ugyan nem találtam, de hasonlót igen, az alul bal oldalon látható ez a rúna szimbólum, és jelenti ezt a homok órát, hogy eljött most annak az ideje, hogy döntéseket hozzunk, hogy cselekedjünk. A napi energia az alul jobb oldalon látható. Ha megnézem ezt a képet, ez olyan, mint egy postaláda. Lehet, hogy válsz egy csomagra, vagy egy levélre, vagy azt is jelentheti, hogy te írj valakinek, vedd fel a kapcsolatot valakivel. Itt látható a hegyvidék, ami szimbolizálja a magas célokat, ezeket kellene elintézni, elérni, vagy jelenthet egy hegyvidékre is, egy kiruccanásra, egy kirándulásra, és a postaláda jelenthet egy meghívást például. De ez a postaláda-szerű építmény itt olyan, mint egy ház, tehát hasonló, mint egy ház. Nekem a postaláda jut eszembe, de nézhetjük a képet, mint egy házat is, hogy itt vannak tervek, például egy új otthon kiépítése, vagy egy költözködés, az is lehet, hogy hegyvidék van a közelben, és ez a kis hölgy kinyitja ott az ajtót, vagy az ablakot, nyitott arra, hogy valami változzon az otthonában, a családban, a környezetében. Amit a kép még jelent,
A háttérben a hegyek olyan téliesek, mint hogyha havas hegyekről lenne szó, és ott, ahol a hölgy áll, az zöld, itt kivirágzik valami. Tehát a múltat azt el kell hagyni, és itt a jelenben vannak lehetőségek, kinyílik ez az ablak, kivirágzik valami számunkra. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a D betű, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dender a Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!